Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Gulyás Zsolt, plébános, érseki tanácsos, a György István Katolikus Általános Iskola lelki vezetője. Üdvözlöm Zsolt atyát, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretném megköszönni a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Hagyomány már, hogy ilyenkor mindig összeülünk, összejövünk és beszélgetünk a karácsonyról, hiszen a karácsonyi ünnepkör már korábban elkezdődik, mint maga az ünnep. Mit is jelent ez pontosan, bontsuk ki? Tehát a karácsony megelőzően a 4 vasárnappal kezdődik el a új egyházi év, tehát a egyházi év a Krisztus, nálunk katolikusoknál a Krisztus király ünnepével fejeződik be, és advent első vasárnapjával kezdődik. Ugye tudjuk a 4 vasárnapot, és a 4. vasárnapot követő 25-i napon van karácsony. Hát most érdekes, hogy hosszú volt viszonylag, mert 4 teljes hét volt az adventi időszak, most ugye karácsony december 25-e vasárnapra esik. És hát nyilván ez az időszak a karácsonyra való készületet jelenti számunkra. És az ünnep pedig maga a megtestesülés, a második isteni személynek a emberi levését ünnepeljük meg, ami a 4. században kezdett kialakulni a niceai zsinat által, amikor 325-ben Jézus Krisztusnak azt a valóságát fogalmazta meg az egyház, amit addig is hitt, hogy valóságos Isten is valóságos ember, a második isteni személy a fiú emberré lett. Tehát amit a hiszek egyben imádkozunk. Ugye beszéltünk arról, hogy adventkor ugye 4 gyertyát gyújtunk, kicsit most hosszabb időszakra esett a hit, remény, szeretet és ugye a plusz 1 gyertya, amiről beszélünk, hogy mi ebben a felkészülésben ez mit is jelent, mit is jelentenek a gyertyák, mit jelentenek a mai kor embere számára? Hát, igen, ez a megfogalmazás is lehet, amit tetszett mondani. Hit, remény, szeretet is, ugye a 3. vasárnap, a Gaudete vasárnap, és ezért az öröm gyertyájának nevezhetjük a 3. gyertyát valójában. Tehát a 3 isteni edrény, a hit, remény és a szeretet. Valójában a 4 gyertya a 4féle úrjövetet jelzi számunkra. Az első úrjövet, hogy egész Izrael népe várja a messiást, várja, hogy az Isten belépjen az emberi világunkban. Aztán a másik gyertya emlékeztet bennünket, egyébként advent első vasárnapján van pontosan, amikor az evangéliumi részlet is erre irányul, hogy Krisztus majd másodszor eljön, a világ végén is megítéli az egész emberiséget. Tehát beszélünk a Jézusnak a második eljöveteléről, az első eljöveteléről, aztán beszélünk magáról, amikor karácsonykor Jézus Krisztus megszületett, és a 4. úrjövet pedig az, hogy Jézus, amikor a mi szívünkben megszületik, tehát, és itt már a hit, mint isteni erény, tehát amikor az Istenhez kötjük az életünket, és az Isten meghatározza a mindennapjainkat. A Bibliában számtalan nézünk, biztos vagyok benne, hogy olvas Bibliát, hogyan fogalmazódik meg, hogyan íródik le maga a karácsony? Hát kicsit összetettebb a dolog, mert hogy maga az egész Ószövetség számunkra azt jelenti, hogy az Isten kiválasztott egy népet abból a célból, hogy előkészítse az ő fiának az eljövetelét. És ez nagyon szépen bontakozik ki, bár az Ószövetségi ember számára önmagában még nem érthető, akár Izaiás prófétának a jövendőlése is, amit nagyon gyakran idézünk, hogy ima a szűzfogan, fiút szül, és Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Olyan ez, hogyha egy hasonlatot szeretnék mondani, mint egy kulcsuk, amihez mi nem találjuk a kulcsot, de maga Jézus Krisztus az, aki beteljesítette ezeket a jövendőléseket. Tehát például Izaiás prófétának a szenvedő messiásról szóló jövendőlései egészen engem mindig ámulatba ejt, hogy a próféta több száz évvel Krisztus születése előtt hogyan jövendőli meg Jézus Krisztusnak a szenvedését. Tehát, hogyha a jövendőlést és magát a passió történetét egymás mellé állítjuk, akkor ez a párhuzam, ez nagyon szépen felfedezhető.
Hát ez a Szentlélek Úristennek a tevékenység, ez a kinyilatkoztatása. Tehát a Szentírásnak az első része Jézus Krisztusnak az isteni mi voltára utal, hogy majd Isten eljön, és meglátogatja az ő népét, és hogy emberként jön el. Aztán a Szentírásban nyilván az evangéliumok ezzel kezdődnek, főként Lukács evangéliumában olvashatjuk a gyermekség evangéliumát, az angyal üdvözlet, amikor Gábor angyal köszönti Máriát. Ugyan Szent Lukács evangelista azzal kezd az írását keresztelő Szent János születésének a hírüladásával. Tehát a Szentírásban világosan le van írva, rögzítve, hogy Jézus Krisztus hogyan testesült meg, hogyan született meg, kik köszöntötték. Persze vannak aztán a karácsony ünnepnek olyan részei, ami már inkább a hagyományhoz kötődik, illetve hogy bizonyos dolgok átvitt értelemben vagy szimbolikusan értelmezhetőek. Az idei karácsonyra a katolikus egyház hogyan készül? Milyen ünnepi alkalmak voltak már, illetőleg várhatóak? Hát ilyenkor a lelki felkészülés mellett persze ott vannak a jó cselekedetek is. Tehát az adománygyűjtés, ami a Mártai Szeretett Szolgálaton keresztül valósult meg, illetve november 19-én az Élelmiszerbank kezdeményezett egy élelmiszergyűjtést, amelyet szintén rászorulóknak osztunk szét, majd karácsony előtt, de a Spár üzlethálózatán keresztül kisújszálláson volt az idén gyűjtés, és hát ezeket az adományokat majd a rászorulóknak osztjuk szét. Persze az idei év nehezebb, mint a korábbi, sok szempontból, tehát mondjuk cukrot nem biztos, hogy lehet kapni, vagy amikor száraz élelmiszert gyűjtöttünk, meg hát az árak emelkednek, tehát most azért nehezebben megy ez a gyűjtés, de azért most is vannak jó lelkű emberek, akik szívesen adtak adományt. Tehát ez az egyik része a készületünknek. Így az adventi időszakhoz mindig hozzátartozik a Mikulás. Ugye advent második vasárnapján a mi templomunkban is megjelent a kicsik nagy örömére, de azt gondolom, hogy a szülők is, meg a felnőttek is ilyenkor egy kicsit gyereknek érezhetik magukat is. Van ennek a Mikulás várásnak egy ilyen kedves, örömteli része, mondhatom, tehát vidám része is. És hát advent negyedik vasárnapján volt az adventi gyertyagyújtása a templomban, amelyet dr. Fazekas Sándor miniszter úr gyűjtött meg, és a György István Katolikus Általános Iskola tanulói adták a műsort. Ugyanezen a vasárnapon volt a betlehemes játék a Szent Mise előtt, ami szintén a készületünknek a része. Aztán van a elkötelezett milyen hívőknek a készület, ez hozzátartozik a Szent Gyónásnak az elvégzése. Ilyenkor az utolsó napokban a Szent Misék előtt biztosítunk arra, hogy valaki a Szent Gyónását is elvégezze, tehát a héten csütörtökön, pénteken délután 4 órától van Szent Gyónási lehetőség, majd utána kezdődik a Szent Mise. És még egy kedves dolog számomra, hogy ilyenkor advent időszakban a szálláskeres a Szent Család áltatosságot végezzük a plébánián. Ez 9 estét jelent. Hát az lenne az ideális, hogyha ez egymás után lenne, de szétbontottuk, és hát változóan, de egy ilyen 10-12-14 ember rendszeresen összejön, és ez egy ilyen nagyon kedves, bensőséges, meghitt együttlétet jelent. Éjféli misére sor kerül-e az idén? Igen, hál' Istennek most már talán ugye visszatérhetünk a rendes kerékvágásban, tehát december 24-én 24 órakor az éjféli misében ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését, és mindenkit nagy szeretettel várunk. Említette Zsolt atya, hogy az idei év több szempontból is talán nehezebb, mint az eddigiek, akár ha az adományozásról van szó, akár más tekintetben. Zsolt atya, hogy látja
ezt a dolgot. Tehát értem én most arra, hogy egy közelünkben háború dúl, az adományozások menete is talán egy picit nehezebben, vontatottabban történik. Mit jelenthet, mit adhat az idei karácsony az itt élőknek, a Magyarországon élőknek? Azonban minden szükség helyzetben, minden nehézségnek van egy másik része is, amit tanulhatunk. És azt gondolom, hogy bizonyos dolgokban, ha szűkülnek is a lehetőségeink, azt gondolom, hogy talán jobban tudunk a lényegre koncentrálni. És most is az a feladatunk, hogy meglássuk a lényegest, ami igazán fontos, és a lényegtelen dolgokat megtalán elengedni. És azt gondolom, hogy a karácsony ünnepének van egyfajta meghittsége. Tehát a legbensőségesebb, legintimebb, a családi együttlét szempontjából talán a legfontosabb ünnep a karácsony ünnepe. Én azt gondolom, hogy most is az, hogy akik családban vannak, az az egyik legfontosabb dolog, hogy valóban a lényegre koncentráljunk, hogy örüljünk egymásnak. Ugye, azt gondolom, ahogyan idősödik az ember, és én magam is úgy látom, hogy de már az embernek nagyjából mindennel megvan, nem feltétlenül tárgyi ajándékra vágyik, hanem a kapcsolatnak a minősége az, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, hogy családokban játszunk, közösen végzünk dolgokat, egy beszélgetés, éneklés, imádság, filmnézés, bármi, amit együtt teszünk, és ami örömet jelent, szerintem ez lényeges. Tehát amelyben az összetartozásunk kifejeződésült, és azt is gondolom, hogy talán, amire az Isten tanít bennünket, és a karácsony ünnepe is, hogy amikor ugye mondjuk, hogy az ajándékozás ünnepe, de hogy Jézus Krisztus azzal tanít bennünket, hogy olyan egyszerűen születik meg egy Betlehemben, egyszerű barlangistrálóba, nem pompás palotában, nem gazdag körülmények közé, hanem ugye az emberi létnek a legalacsonyabb színvonalára megyen le. Mégis azt akar, hogy az Isten önmagával ajándékoz meg bennünket, amikor egy kis csecsemő gyermek alakjában jön el hozzánk. Tehát, és Jézus Krisztusnak az egész élete erről szól, hogy önmagát, tehát az ő kereszt áldozata is az, hogy önmagát áldozza föl értünk is, adja magát nekünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a boldogságkutatások is egyébként pont ezt mutatják, hogy mitől vagyunk boldogok, amikor az életünket oda tudjuk ajándékozni másoknak, amikor érezzük, hogy az életünk értelmes, mert van kiért élni, van, akit szerethetünk, van, akik szeretnek bennünket. Tehát én azt hiszem, hogy ezekre a lényeges pontokra feltétlenül szükség van. És azt gondolom, hogy vannak olyanok is, akik pedig magányosak és egyedül élik meg a karácsony. Nekik talán egy kicsit nehezebb, ők nekik nem biztos, hogy ünnepet jelent a karácsony, hanem lehet, hogy akár egy ilyen mélységes fájdalmat is jelent, hogy valaki egyedül maradt. Mégis azt gondolom, hogy itt meg kell találnunk egy kicsit ilyenkor, jobban magára kell figyelni az egyedül álló embernek, hogy mégis kik vannak azok, akikkel kapcsolatba léphetek, akiknek a társasága sokat jelent, egy telefon, egy beszélgetés, ugye ma az internet világában Skype-on is lehet érintkezni. Tehát azt gondolom, ezek úgy fölértékelődni. Tehát itt is fontos, hogy kapcsolatban legyünk. Azt én nagyon szép dolognak tartom, amikor egy családban az egyedülállókat is magukhoz hívják, együtt vannak, együtt ünnepelnek, akár Szentestén vagy karácsonykor. Azt gondolom, hogy a jó cselekedeteknek talán ez az egyik legnagyobb szintje, vagy legszebb része, amikor az egyedülállókat is bekapcsoljuk. Persze nem mindenki lehet bekapcsolni, de azt gondolom, hogy az emlékeink is segítségünkre lehetnek. A vallásos embernek nyilván a hite is segít, hogy az Jézus Krisztus, ugye, hogy a jövendőlésben is Emmanuel velünk, az Isten, hogy az egyedül létünkben is még jobban megérezhetjük és megtapasztalhatjuk az Istennek a jelenlétét, hogy nem hagy magunkra. A karácsonyon túl beszéljünk azért arról is, hogy ahogyan az interjú elején említettem, a György István Katolikus Általános Iskolának a lelki vezetője, Zsolt atya, és hát valószínűleg egy örömhírrel is szolgálhatunk, hogy a jövő év elején fog megnyitni az óvoda, és néhány gondolatot erről is mondjunk. Hát
nagy reményünk, vágyunk teljesedik be azzal, hogy az óvoda megnyílhat. Ahogyan így látjuk, azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon szép, modern, 21. századnak megfelelő óvoda áll rendelkezésünkre, ahová várjuk majd a leendő óvodásokat is. Hát szeretnénk is megmutatni magát az épületet, magát a helyet, ahová várjuk a lakosokat, az érdeklődőket, leendő óvodásainkat, akik érdeklődnek, akik nyitottan vannak, vagy éppen várakozása, hogy majd igénybe veszik majd az új épületet. Tehát azt gondolom, hogy az iskolánk is ezzel lesz majd úgy teljes, így alulról építkezésben, ez egy nagyon lényeges pont. Bízunk benne, hogy mindenkinek örömére is, megelégedésére fog szolgálni ez az intézmény. Arról pár szót mondjunk már, hogy hány csoport fog majd elindulni az óvodában, hogyan tervezik? Tehát a csoport, az óvoda épületének az adottsága 4 csoportra lett tervezve, és hát ennek megfelelően alakítjuk majd ki a csoportszobák, tehát a feltételek most már teljes egészében adottak, és hát nyilván majd folyamatosan töltődik az óvoda, így ez az évközben való elindulás, ez egyfajta nehézséget is jelent, de ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy akik már jönnek, akkor a kész óvodába jönnek, és hát folyamatosan töltődik majd fel az óvoda. Zsolt atya, én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is nagyon szépen köszönöm, és minden kedves karcagi, illetve televízió nézőnek áldott boldog karácsony ünnepeket kívánok, és hát a jövő évre is kérem a Jóistennek az áldását, hogy az ő segítségével és az ő erejével tudjuk a nehézségeket leküzdeni. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!